Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket Gödöllő Városá alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön. Kiemelten köszöntöm az 1966-ban Gödöllőn született lakosainkat, valamint az ugyanebben az évben házasságot kötött aranylakodalmasainkat. Tisztelettel köszöntöm a polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesülőket, valamint az idei év Gödöllő városért kitüntetettjeit. Külön tisztelettel köszöntöm a város vezetőit, Gödöllőváros polgármesterét, dr. Gémesi György urat, dr. Nánás Éva címzetes főjegyzőasszonyt, aljegyző urat, a jelenlévő alpolgármester urakat, a képviselőtestület tagjait, köszöntöm a Szent István Egyetem megjelent képviselőjét, Gödöllőváros díszpolgárait és minden megjelent kedves vendéget. Kérem, közösen énekeljük el a himnuszt. Tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét, és egyben nyissa meg a Gödöllő 50 a megújuló értékek városa nevet viselő idei tematikus évet. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy így végignézek az itt levőkön, azt hiszem minden szék foglalt, úgy, hogy sajnos nem sikerült mindenkit meghívni a mai napra, nem azért, mert nem szerettük volna, hanem azért, mert olyan nagy az a közösség, amelyik formálja ennek a városnak az életét, hogy nem fér be ide a lovardába. De sort fogunk keríteni az év során mindenkinek a köszöntésére, mindenkivel való találkozásra, hiszen nem egy ünnep az, amit nem egy alkalom, amit az 50 éves város ünnepsége magába foglal, hanem egy ünnepség sorozat, amit azt gondolom, hogy ebben az esztendőben jó lesz majd mind megnézni és kihasználni. Hölgyeim és uraim, 10 esztendővel ezelőtt az aulában, az egyetemi aulában volt a 40 éves város köszöntő műsora. Akkor egy rendezvény keretein belül igyekeztünk összefoglalni a város történetét, meghívni azokat a vendégeket, akik valamilyen formában hozzájárultak a város életéhez, és gyakorlatilag ez olyan, mintha tegnap lett volna. Emlékszem a emelkedett hangulatra és a nagyon szép műsorra és az együttlétre. Hölgyeim és uraim, eltelt újabb 10 esztendő, én itt vagyok az Önök jóvoltából, és Önök meg itt vannak azért, mert továbbra is érdekli Önöket a város, és valamilyen formában kötődnek ennek a városnak az életéhez, és alakítják annak közösségét. A napokban a Facebookon, az interneten böngészgetve valaki föltette egy kérdést, szeretne Gödöllőre költözni, és szeretném megkérdezni, hogy érdemes-e Gödöllőre jönni. Higgyék el, hogy így volt, nem kitaláltam, nem én gerjesztettem ezt a hírt. Szándékosan nem is szóltam bele, vártam, milyen reakciók jönnek. És kicsit a gyomrom is görcsbe szorult, hogy hát most aztán jönnek majd azok a dolgok, amik általában elő szoktak jönni, ami a belső közösség életében mindig feszültség, kérdés és a többi. Higgyék el, közel 30 kommentből nem volt egy se, amelyik azt mondta volna, hogy ne jöjjön Gödöllőre. Elsősorban azért, mert befogadó város, azért, mert szívesen látnak olyanokat, akik a város életében részt szeretnének venni, akik érdeklődnek a város iránt. Jó leső érzéssel töltött el, egy picit titokba tartottam, mert nehogy azt gondolja bárki is, és most sem azért mondom el, hogy ezzel azt szeretném mondani, akár magunkat fényezve, hogy a város milyen nagyon jó, milyen fantasztikus állapotok vannak.
nem biztos, hogy mindenben jó, nem biztos, hogy mindenben fantasztikus állapotok vannak, de egyben biztos, abban a közösségben, amelyikben élünk, az minden nap tartogat számunkra élményeket, meglepetéseket, értékeket. A Megújuló Értékek Városa címet azért kapta ez az esztendő, mert a tradíciókból következően nagyon sok értéket kaptunk, örülünk, ápolunk, és próbálunk valamilyen formában közvetíteni, és ehhez hozzátettünk olyanokat, amelyik a kor kihívásainak, a kor szellemének megfelelőek, de sosem elfelejtve azokat a gyökereket, amelyekből Gödöllő közössége táplálkozik. Az 50 éves város persze nem azt jelenti, hogy a település 50 esztendős, jóval tudjuk, hogy a 600-as évek elején már volt Gödöllő, tettek említést, Gödöllőről, Szadáról, még az is benne van, hogy Gödöllő-Szada ugye milyen háborúban állt egymással, most ilyen persze természetesen nincsen, de a várossá nyilvánítás 1966. január 1-én történt, és azóta érezhetjük magunkat városnak. Az országban több mint 300 város van, talán 330 és 340 között van a városok száma. Én, mint a Önkormányzati Szövetség vezetője, vagy mint 25 éve polgármester, azért azt gondolom, hogy nem mindegyik fér bele az én általam gondolt városi fogalomba, de azért mégiscsak a 330 város közül az egyik nagyváros, az egyik jó pozícióban lévő város az, amiben élünk, egészen egyszerűen azért, mert akár az oktatást nézzük, akár a kultúrát nézzük, akár a sportéletet nézzük, vagy sok-sok minden mást, a helyi gazdaságot, az mindenféleképpen erős, jó, dinamikus, előremutató fejlődik, és hozzájárul a közösség építéséhez. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mi volt az elmúlt időszakban polgármesterségem alatt az, amire a legbüszkébb vagyok, amire a legbüszkébb vagyok az, hogy Gödöllőn közösség van. Az, hogy ez a közösség, ez erősödik, az, hogy ebben mindenki szívesen vesz részt, nem kelleti magát, nem úgy, hogy hát igen, persze pipáljuk ki, mert oda is érdemes tartozni, meg ide is. Ez egy közösség, és számomra ez a legnagyobb ajándék önök részéről. Az 50 esztendőből 25 esztendőt vezethettem a várost 25 évig, adhattam hozzá magamat, és kaptam önöktől a bizalmat, az ajándékot ennek a városnak az életéhez, és ezt szeretném megköszönni, és ennek kapcsán persze természetesen büszke vagyok arra, hogy ebben a városban élek, ebben a városban éltem az életem legnagyobb részét néhány év kivételével, és hogy ennek a városnak a közösségéhez tudtam hozzátenni a szívemet és a lelkemet, mint ahogy megkaptam ugyanezt önöktől. Szerintem ez a leglényegesebb. Akkor lesz egy város versenyképes, akkor lesz erős a gazdasága, akkor lesz a helyi kultúrája, sportélete, tudományos élete gazdag és erős, hogyha ez a kohézió megvan, és ezt együttesen tudjuk megalkotni. Ne kérjék tőlem azt, egyrészt azért, mert az idő is kevés, és az esztendő nyilván alkalmat ad arra, hogy majd részleteiben is foglalkozunk a város történetével, és ne kérjék, hogy egy ilyen nagy történeti összefoglalót adjak. Inkább csak köszöneteket szeretnék mondani annak a 25 esztendőnek, a vezetőinek is, akik előttem voltak, hiszen meggyőződésem, hogy ők is tiszta szívvel és lélekkel igyekezték a város életét előrébb vinni, és köszönetet mondjak mindenkinek, aki az 50 esztendőben, vagy az általam vezetett 25 esztendőben is segítette ennek a városnak az épülését. A város dinamikusan fejlődik, fenntartható formában fejlődik, értékközpontú, és az érdekek és az értékek egyensúlyát szem előtt tartva igyekszik ebben a elég nehéz, bonyolult világban fennmaradni és előre menni. Köszönöm szépen! A mai kitüntetettek talán jelképeznek is valamit. Egyrészt a Városért díj átadási ünnepsége talán az egyik legszebb ünnepség a városnak, hiszen a közösségért aktívabban tenni akarók kerülnek díjazásra most már évek óta. De azok is, akik most valamilyen formában polgármesteri ezüstéremben részesülnek, hiszen az ő tevékenységük is valamilyen formában kötődik az elmúlt 50 esztendőben ez, és nem is akárhogyan. Végül, de természetesen nem utolsó sorban engedjék meg, hogy önökön keresztül köszöntsek mindenkit, aki 50 évvel ezelőtt itt született, és azokat is, akik 50 évvel ezelőtt ebben a városban kötöttek házasságot. Erre fókuszáltunk ennek az ünnepségnek a keretein belül, így ennyien fértünk be a lovardába, most már nem az aulába, a lovardába, ami ha nem is a miénk, mert állami tulajdon, de azért a városnak aktív része volt abban, hogy ilyen nagyon szép helyen tudjunk ünnepelni, akár ma, vagy más események alkalmával. Ezekkel a gondolatokkal
a 50 éves Gödöllő emlék évet, a megújuló érték városa évet megnyitottnak nyilvánítom. Köszönöm szépen. Tisztelettel felkérem dr. Palkovics Lászlót, a Szent István Egyetem rektor helyettesét, hogy az egyetem által ajándékozott díszoklevelet adja át polgármester úrnak. Tisztelt polgármester úr, a Szent István Egyetem rektora és egyetem közössége nevében, hogy egyszerűsítsek a helyzeten, először a Szent István Egyetem borrát szeretném átnyújtani. Ez lehet, hogy nem a közösségé lesz, ahogy elnézem. És utána pedig a díszoklevelet. Mi a Szent István Egyetem rektora és szenátusa örömmel tudatjuk, hogy Gödöllő városa nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából a Szent István Egyetem díszoklevelét adományozzuk. Kívánjuk, hogy őrizzék, gyarapítsák értékeiket a város és hazánk nagy gyönyörűségére. Gödöllő 2016. március 15. dr. Tőzsér János rektor. Természetesen köszönjük rektor úrnak és az egyetem munkatársainak. Tisztelettel köszöntöm azt a 176 szemét, akik Gödöllőn 50 éve születtek. Ebből 68 fő tudott eljönni. Kérem, álljanak fel a helyükön, hogy egy tapssal köszönthessük önöket. Mivel név szerint nem tudunk mindenkit köszönteni, megkérem az 1966-os év első két szülöttjét, Nagy Katalint és Urbánné Krizsán Judit Piroskát, ők mind a ketten január 11-én születtek, hogy fáradjanak fel a színpadra, hogy rajtuk keresztül köszönthessünk minden születésnapost. Gratulálunk minden 50 évvel ezelőtt közölő születet. Tisztelettel köszöntöm azt a 26 házas párt, akik 50 éve Gödöllőn kötöttek házasságot. Ebből 16 házas pár tudott eljönni. Kérem, álljanak fel a helyükön, hogy szintén egy nagy tapssal köszönhessük önöket. Mivel név szerint ezúttal sem tudunk mindenkit köszönteni, most megkérem Gubacsi László Ede urat és feleségét, Gubacsi László Edéné asszonyt, akik 1966. január 8-án az évben elsőként kötöttek házasságot, hogy fáradjanak fel a színpadra, hogy rajtuk keresztül köszönthessünk minden aranylakodalmast.
Természetesen minden születésnapos és aranylakodalmas ajándékban részesül, amit a városi ünnepség után kollégáinktól át tudnak venni. 2016 a különleges születésnapok, illetve jubileumok éve is. Így most három olyan szemét köszöntünk, akiknek munkássága kiemelt figyelmet érdemel. Gödöllő város polgármestere a városban végzett 5 évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesíti Barna Illés cukrászmester urat. Barna Illés cukrászmester 1966-ban alapította meg cukrászdáját. Azóta is ugyanazon a helyen dolgozik. Süteményeit elsősorban krémesét és rákóczi túrosát, valamint fagylaltjait természetes alapanyagokból készítette és készíti a mai napig, ami ma már országos hírű és nagyon szeretnek az emberek. Munkájával szemben alázatos, a mai napig lelkiismeretesen dolgozik és a vevőiért él. Nagyon szerény ember, azt teszi boldoggá, ha látja a vendégei elégedettségét. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést, tudom, hogy városünnepség, de azt hiszem, hogy aki a Török Ignác gimnáziumba járt addig, amíg a gimnázium be nem költözött a városba, szerintem nem telt el úgy nap, hogy ne mentünk volna el a cukrászda mellett hazafelé, és én azóta is ott vásárolom. A legfinomabb rákóczi túrost tényleg ott lehet kapni. Gratulálunk szeretettel! Az 50-es évek után következzen most két 25 éves fiatalember. Gödöllőváros polgármestere az elmúlt 25 évben a Kavaletta női kar vezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesíti Dankú István karnagy művészeti vezető urat. Dankú István 1977 óta dolgozik pedagógusként a városban. Életének meghatározó része volt a zene szeretetére való nevelés és továbbadása mások számára. Kezdetben az Erkel Ferenc általános iskola zenei tagozatából alakított Kavaletta gyermekkarral ért el nagy sikereket. 1991-ben megalapította új kórusát Kavaletta Leánykar néven, amely 2007 óta már a Kavaletta női kar nevet viselve egész Európát bejárva vitte hírét Gödöllőnek. 2007-ben alakult Kavaletta női karrá. 2000-ben felépített egy színjátszó csoportot is a Kavaletta Művészeti Egyesületen belül, Ad Hoc Színház néven. Dankú István karnagy és rendező, a Kavaletta Művészeti Egyesület művészeti vezetője, az elmúlt 20 év folyamán olyan értékteremtő művészeti tevékenységet végzett Gödöllő város kulturális palettáján, mellyel közmegbecsülést érdemelt ki. Magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllőváros fejlődéséhez és jó hírnevének növeléséhez, itthon és külföldön egyaránt. 2000. szeptember 1-én megalapították a Kavaletta Művészeti Egyesületet, melyhez még abban a hónapban csatlakozott a tanár úr által irányított Ad Hoc Színház társulata is. Most lehet tapsolni. Én persze nem szeretném az egész estét a személyes élményeimmel tarkítani, de nem tudom megállni, mert én igazából szerintem azért lettem népdalénekes, mert a tanár úr volt az énektanárom, és ezt hálásan köszönöm szépen most itt mindenki előtt.
Gödöllő város polgármestere az elmúlt 25 évben a Gödöllői Városi Fúvószenekar vezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért. Polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesíti Ella Attila művészeti vezető urat. Ella Attila 1987-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatán. Ettől az időponttól folyamatosan a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola tanára. Legkiemelkedőbb szakmai eredménye a Gödöllői Városi Fúvószenekar újjászervezése és magas szakmai szintre emelése volt. Ella Attila 1973-tól 79-ig a zeneiskola növendéke volt, és tagja a Völgyi Ernő vezette fúvószenekarnak. A Zeneművészeti Szakközépiskola és a Debreceni Zeneművészeti Főiskola elvégzése után 1987-től a Gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola mélyrész fúvós tanára. A Gödöllői Fúvós Zenekar 1991-ben alakult újjá a helyi zeneiskola keretein belül Ella Attila karnagy szervezésében. A 2000-es év szakmai elismerés volt számukra, amikor fúvós zenekaruk megkapta a Gödöllő kultúrájáért díjat. 2008-tól 2012-ig a Gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola igazgatója, 2002-ben pedig a Gödöllőváros kultúrájáért díj kitüntetettje. Gratulálunk a polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesülteknek. Az idei évben Gödöllőváros önkormányzata felkérte a Szoljer cukrászdát, hogy a jeles évforduló alkalmából készítse el a város tortáját, a Gödöllő tortát. Felkérem Szoljer Csaba cukrászmester urat, hogy mutassa be a tortát. Azt a megtisztelő felkérést kaptuk, hogy Gödöllő városának 50. évfordulójára készítsük el a Gödöllő tortát. Ez ugye az előző tortáinkhoz képest nagyobb kihívás volt, hiszen nem ismert személyiségeknek kellett elkészíteni az emlékére a tortát, hanem egy városhoz kapcsolódó süteményt. Igyekeztünk egy hiteles alapokon nyugvó tortát készíteni, és ez egy elég hosszas kutatómunka előzte meg, amiben nagy segítséget kaptunk a kastélytól, illetve a városi könyvtártól, hogy melyek azok az alapanyagok, amelyek jellemzőek Gödöllőre. És ilyen volt a megy, a méz, illetve a mandula, ezekből készítettük el a tortát, és magát a tortát cukrászmester kollégám fogja bemutatni, akinek komoly munkája volt a torta elkészítésébe, Gróf Gergely cukrászmester. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és akkor két pár mondatban elmondanám a tortának az összetételét. Készítettünk egy mandulalisztes citrusos piskót alapot, amit romos mazsolával, citromhéjjal, citrommal ízesítettünk. A mandula muszt készítettünk, és megyragut főztünk a közepébe, utána a tetejére egy megyből, fehér csokoládéból, tejszínből egy áthúzó ganást készítettünk, és mandulás cukorból krokantot készítettünk a tetejére, és piros cseresznyével díszítettük. Ez lényegében a mandula és a megy összhatásában nagyon passzolnak egymáshoz, és a citrusos tésztával pedig pikánssá teszi az egészet. Köszönöm szépen, kóstolják meg szeretettel kint. Köszönöm.
Felkérem polgármester urat, dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőasszonyt, Nagy Katalin asszonyt, Urbánné Krizsály Judit Piroska asszonyt, Gubacsi László Ede urat, Gubacsi László Edéni asszonyt és Barna Illés urat, hogy közösen vágják fel a város születésnapi tortáját. A tortát természetesen mindenki megkóstolhatja majd az ünnepi műsor után. Hamarad. Azt hallottam, hogy nem csak ez a kevés van. Úgyhogy nem kell azért nagyon aggódni, hogy nem jut. Megvárjuk a tűzijátékot. Szerintem. A fotó miatt. Tessetek ide jönni. Csaba. Még a gyertyaig, el ne aludjék, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká még. Még a gyertyaig, el ne aludjék, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká még. Még a gyertyaig, el ne aludjék, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká még. Még a gyertyaig, 50 szál gyertya ég, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká még. Nagyon sokáig fog írni, mert a gyertya nem akar elaludni. Ahogy elmegyen a hangod. De közösen énekeljük el ezt még egyszer. Így a gyertyaig, el ne aludjék, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká még. Így a gyertyaig, 50 szál gyertyaig, azt kívánjuk Gödöllőnek ilyen soká. Hallottam, hogy nincs vége, tehát... Igen. Nem baj. Ez... Hát én még nagyon sok ilyen születésnapi nótát tudok, de meddig érnék. Akkor közöttünk lévő éveinek számában leggazdagabb és szakembernek átnyújtom a kést. Igen. Hogy legyen szíves ebben a kérdésben szelje meg ezt a tortát. Szerintem az úgy már nagyon jó. Persze. Azt majd valamelyik hölgynek szerintem, aki 50 évvel ezelőtt kötött házasságot, és azóta is boldog házasságban él, a másik tortát meg őszeli meg. Igen. Csak megszeljük most képletesen. Ketten együtt így. Remegő kézzel teszik ezt egyébként. Nem mintha 50 éves házasságunk során ez lenne az első torta, amit megszelnek, de most remeg a kezük. Csak közvetítem, mert nem látja mindenki. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Most a Gödöllő városért kitüntetés átadása következik. Gödöllő város önkormányzat képviselő testülete az általuk alapított díjakkal, kitüntetésekkel, köztük a Gödöllő városért kitüntetéssel a város közismert és megbecsült polgárait kívánja kiemelten elismerni, akik munkájukkal kiérdemelték a közmegbecsülést, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város jó hírének növeléséhez. Gödöllő város önkormányzatának képviselő testülete Fodor László zenetanárnak elismerve kiemelkedően magas művészeti tevékenységét, valamint a szakma iránti elkötelezett munkáját Gödöllő városért kitüntetést adományozza. Felkérem a kitüntetett Fodor László urat, fáradjon a színpadra. Tisztelettel felkérem dr. Gémesi György polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést.
Kérem, hogy most nézzék meg Fodor László úr méltatására készült filmet. Fodor László klarinétművész, fafúvós tanszakvezető. Szülővárosából, Sárvárról, a Győri Főiskola, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után művésztanári diplomával került Gödöllőre a 90-es évek elején. 1993 óta gödöllői Friedrich Chopin zeneiskolában tanít, mint klarinét és szolfés tanár, tanszakvezető. A klasszikus tanári időszak után Dixieland zenekari pályafutása inspirálta, hogy az iskolában is átadja ezt a tudást, így 2007-ben megalapította a Dixix Rhythm Dixieland együttest, majd ezt követően a Forest Dixie formációt. Nagyon másképp kell őket tanítani, amikor Dixielandről beszélünk, hiszen az improvizatív zenében alapvetően a zenészek egymásra vannak utalva. Ugyan nagyon sok mindent megírok nekik, főleg a kezdetekben azért, hogy tényleg egyfajta hangzás kép kialakulhasson, amihez kell legalább 2-3 év, de aztán nagyon kell egymásra figyelniük, és szerintem ez egy nagyon erősen közösségépítő játékmód. Ma már szerintem kicsit klasszikusnak is lehet nevezni, hiszen most már több mint 100 éves a Dixieland zene. A Hard Jazz Band tagjaként a zenei hagyományokat is magas szinten ápolja és újítja meg, hiszen a Dixieland olyan klasszikus műfajnak számít, ami 100 év után is pesdítően hat, bizonyítják ezt az együttes amerikai meghívásai is. Egy-egy koncert igazi örömzenélés, ahol minden zenész megmutathatja kreativitását, amire tanítványait is biztatja Fodor László, példát mutatva nekik saját fellépéseivel. A növendékek, akik pályára mentek, rendszeres kapcsolatban vagyok velük, már csak azért is, mert emiatt a rendezvények miatt nagyon sokszor kell helyettest hívni a tanításban, és ezek nem mások, mint a volt növendékeim, akik egyébként a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban is játszanak. Fodor László aktívan részt vesz Gödöllő közösségi életében, hiszen számos rendezvényen működik közre zongorajátékával, tévéfelvételek szereplője vagy konferál, és szívesen lép fel tanítványaival is. Idén februárban volt egy Szerelemről című előadása a Művészetek Háza Gödöllő Színház termében, ahol én voltam a zenei rendező, de azért ez előstúlzás ilyen szempontból, hiszen nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a kollégák, az ott fellépő kollégák, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy munka, és még soha nem csináltam ilyet. Ugyan 3 évvel ezelőtt a Kabarénak voltam zenei rendezője, de ott pedig dr. Horváth Zoltán a Kabaré rendezője nagyon sokat segített. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon fontosak ezek a kulturális események a városban, csak úgy, mint a konferálás is. Engem úgy találtak meg ezzel, hogy a nőnapi ajándékkosárt konferálhatom egy csodálatos művésznővel, Pécsi Ildikóval, ami nekem nagyon nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagyon nagy feladat is. Fodor László 2015-ben Kossuth díjat vehetett át a Hard Jazz Band tagjaként, de a Körösfői emlékplakett vagy a Gödöllő kultúrájáért díj kitüntetettje is. Gödöllőváros önkormányzatának képviselő testülete Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógus, művészeti vezetőnek elismerve magas színvonalon végzett kulturális, valamint énekzenei és drámapedagógiai munkáját Gödöllő városért kitüntetést adományozza. Felkérem a kitüntetettet, Mészáros Beáta asszonyt, hogy fáradjon a színpadra. Tisztelettel kérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést. Kérem, hogy most tekintsük meg Mészáros Beáta asszony méltatására készült filmet. Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógus, művészeti vezető. Tanulmányait a Török Ignác Gimnázium, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, majd a Kaposvári Egyetem drámapedagógus színi nevelés,
színjátszás drámapedagógus specializációján végezte, jelenleg a gödöllői Damjanich János általános iskola tanára. Pedagógusi munkájában nem a gyermekek fantáziájának korlátozásával igyekszik életre nevelni őket, hanem éppen annak fejlesztésében látja az oktatás nevelés útját a drámapedagógia színjátszás segítségével. Hát, hogy miért a színjátszás, arra már gyerekkoromban is nyomokat lehet találni az életemben, ahogy azt mondani szokás. Már kicsi koromban is nagymamám barhelt szoknyájában parádéztam, és játszottam általam kitalált szerepeket a padláson, a pincében, vagy a Baromfi udvarban, ahol éppen a fantáziám kitalált valami helyszínt. A zenetanulás azért lett fontos az életemben, mert a szüleim fontosnak tartották, hogy zenét tanuljak, és ez korán el is kezdődött az életemben, és ez a két vonal maradt is tulajdonképpen végig. A zenés foglalkozások, a szerepjáték úgy tanítja meg a gyermekeknek az élet legfontosabb részét, az emberi kapcsolatok kiépítését, hogy a foglalkozásokat örömteli játékként élik meg. Különösen fontos ez a Damjanich iskolába járó hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, akiknél a gyakorlatok segítik a magyar nyelv fejlesztését, szép kiejtést, a kifejező képesség növelését is. A Gödöllő városában azt hiszem nem nagyon kell különösképpen magyarázni, hogy a színjátszás milyen fontos közösségépítő forma. A drámapedagógiának az ereje abban van, hogy a történet védelme alatt megélhetünk nagyon sok mindent, olyan élethelyzetet, ami esetleg vagy volt az életünkben, vagy esetleg lesz, és tapasztalatokat szerezhetünk mégis, ugyanakkor nem kell élesben szembesülnünk konfliktus helyzetekkel akár, vagy szituációkkal. Mészáros Beáta alapító tagja a Garabonciás Színtársulatnak, mely társulat csak egyik célja a színvonalas előadások létrehozása. Végzett rendezőként drámapedagógus kollégáival példát mutatnak a gyermekeknek és a szülőknek is, hogy milyen hasznos néha más bőrébe bújva megoldani egy-egy problémát. A Garabonciás Színtársulatban nem csak én vagyok drámapedagógus, hanem vannak még rajtam kívül hárman is, és így került előtérbe a színházi nevelés. Ezt a módszert elsősorban gyerekeknek, fiataloknak ajánljuk. Különböző programjaink voltak már sikerrel, amik futottak a város különböző, sőt a környékbeli iskolákban, de nagyon szívesen csinálunk felnőtteknek is foglalkozásokat, volt is szülőknek szánt foglalkozásunk. Szerintem a felnőtteket sem szabad elhanyagolni abból a szempontból, hogy lehetőséget és fórumot teremtsünk számukra, hogy az értékeiket, a véleményüket és az értékrendjüket ütköztessék egymással. Mészáros Beáta városi drámapedagógiai programokban, pályázati projektekben vesz részt, aktív tagja a kulturális kerekasztalnak és más kulturális csoportok, például a Gödöllő Táncegyüttes munkáját is segíti. Munkásságával nagyban hozzájárul városunk oktatási és kulturális eredményeihez. Gödöllő város önkormányzatának képviselő testülete a Humán Bioplazma Kft. Dolgozói közösségének elismerve a város gazdasági életében való aktív részvételét, valamint a gyógyszeripari termékek gyártásában, forgalmazásában magas színvonalon végzett munkáját Gödöllő városért kitüntetést adományozza. Felkérem a Humán Bioplazma Kft. Dolgozói közössége nevében Tóth Ákos ügyvezető igazgató urat, hogy fáradjon a színpadra. Tisztelettel felkérem dr. Gémesi György polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést. Kérem, hogy most tekintsük meg a Humán Bioplazma Kft. Méltatására készült filmet. Humán Bioplazma Kft. A cég ugyan városunk egyik legnagyobb adófizetője, mely befizetések révén Gödöllő fenntarthatja fejlődését, de a Kft. Vezetése és dolgozói egyénileg is támogatják a városban működő intézményeket
egyházakat, melyek között kiemelt helyen szerepelt a 2014-ben felszentelt gödöllői Szentkereszt görögkatolikus templomnak nyújtott segítség is. Az elmúlt évben támogattuk a Madách Imre szakképzőiskolát és a Táncsics Mihály úti óvodát számítógépekkel. A jövőben is szeretnénk egy dolgozói program keretében felajánlást tenni Gödöllő város által működtetett intézmények számára. A cég városunkon kívül is sok segítséget nyújt, például a Heimpál gyermekkórháznak. A Kedrion Biopharma elkötelezett gödöllői leányvállalata folyamatos fejlesztése mellett 2008 óta több mint 12 milliárd forintból bővített és korszerűsített Magyarországon, melynek köszönhetően 250 munkahelyet biztosít városunkban, de számos alvállalkozót is foglalkoztat. 200 főnek adunk közvetve munkát, ők alvállalkozóink, és ezen túl pedig nyilvánvalóan van egy olyan tevékenységünk az életmentő vérkészítmények gyártásán túl, amellyel büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a városnak, és részt vettünk a város fejlesztésében, a város fejlesztési koncepció létrejöttében és végrehajtásában, és Gödöllőt egy élhetőbb, jobb városát tudjuk mi is tenni. A Humán Bioplazma Kft. A város fejlesztését az egészségügyben dolgozók világszínvonalú képzésének elősegítésével is támogatja, valamint a felnövekvő gödöllői szakember utánpótlás biztosítására 2014-ben 8, valamint 2015-ben 9 tanulónak biztosított kötelező szakmai gyakorlati lehetőséget a gödöllői Madách Imre szakközépiskola vegyipari szakképzésében részesülő diákok közül. A Humán Bioplazma Kft. Vezetői és dolgozói küldetésüknek tekintik az embereken való segítést, hiszen a gyógyításban nélkülözhetetlen vérkészítményeket gyártanak. Ez egy egészen különleges szegmense a gyógyszeriparnak. A mi készítményeket nem lehet reklámozni, nem lehet patikában megvásárolni. A mi készítményekhez életmentő beavatkozásoknál jutnak a betegek, akik jellemzően nem is tudnak arról, hogy milyen készítményt kapnak. Ezért a mi esetünkben a cég filozófiánk is ehhez igazodik. Az életmentő készítmények gyártásához elengedhetetlenül szükséges alapanyagtól, amit egészséges, önkéntes donoroktól kapunk adomány formájában, ebből az alapanyagból készítünk életmentő készítményeket az arra rászoruló betegek számára. Úgyhogy ez a küldetés, ez a fajta tudat, ami miatt minden nap boldogan tudunk bejönni dolgozni, és itt valami jövet tenni, ami jobbá teszi a világot. A Humán Bioplazma Kft. Elhivatott kollektívája nem csak Gödöllő, de a közép-kelet-európai gyógyászat fejlődéséhez is hozzájárul. Szeretném megkérdezni, hogy a kitüntetettek kívánnak-e néhány gondolatot megosztani velünk. Mondjuk ide. Tessék parancsolni. Hát, kedves polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, munkatársaim, barátaim, garabonciások, szeretnék néhány gondolatot megosztani, igen, az ünneplő közönséggel. Rettenetesen zavarban vagyok, aki a színpadról ismer, ez nem biztos, hogy elhiszi. Az életben kicsit visszafogottabb vagyok, és nem annyira harsány. A családom remegő szemekkel tekintett a papíromban, mert rengeteg bekezdés van benne, és magyarázatot is fogok adni rá, hogy miért. Kicsit feloldottam itt az előző ceremóniák során, a díjátadások során, és eszembe jutott, hogy tulajdonképpen lehetnék Gödöllő blendje, mert majdnem minden kritériumnak megfelelek, hogyha nem lenne ez a valóságtól ennyire elrugaszkodott. Itt születtem Gödöllőn. Még nem 50 éve, de eljön az is. Itt jártam iskolába, az általános és a középiskoláimat itt végeztem, kivéve a főiskolát egyébként, itt is élek azóta. 6 éves koromtól Gödöllőn élek. És hogy mi az a sok bekezdés a papíromban, azt is elárulom. Amikor kiderült a díj,
érdekesnek tartottam végignézni, hogy ki mindenki volt már díjazott bármilyen területen ebben a városban. És összeszámláltam, hogy az én eddig életem során a különböző területen díjazottak közül 42 ember valamilyen szerepet töltött be az én életemben. És akkor azt hiszem, hogy innentől az embernek nem marad más választása, mint valamit letenni az asztalra. Az alsós tanítónénimtől kezdve, a középiskolás tanáraimon keresztül, nagyon-nagyon sokan, a jelenleg működő művészeti csoportokon keresztül nagyon sokan szerepet kaptak az életemben. Ha csak a mai napot nézem, muszáj vagyok tanár úrra sandítani, aki az énekzene tagozaton gardírozott és irányított, és a keze alatt a szólamvezetőségig vittem a karrierem. Hát nem tudom, hogy talál-e bárki bármiféle megfelelést abban, hogy tanár úr ének magyar szakos tanár, és alapított egy színjátszó csoportot, és azt hiszem én is. Nem fogom mind a 42 embert végig sorolni, de azt hiszem, hogy az üzenet ennek a dolognak az, hogyha a magot termékeny talajba ültetik, és megkapja azt a nedvességet, napocskát, esőt, amitől az fejlődni tud, akkor előbb-utóbb virágba szökken, és talán gyümölcsöt is hoz. Nem könnyen mondok személyeset magamról, nem úgy, mint Krisztina, aki könnyen kapcsolódik személyes történeteivel, bár engem is elzavartak Barna bácsi cukrászdájába vasárnaponként krémesért. Úgy látszik, hogy ez közös sokunk életében. Azért azt szeretném elmondani, hogy sokan kérdezik tőlem, hogy honnan az energia, honnan az idő, honnan bennem az elhivatottság ennyi mindent csinálni. Egy kedves barátom és munkatársam kiszámolta a születési évszámomból, hiszi-e bárki a számisztikát, vagy sem, azt hiszem mindegy a történet szempontjából, hogy a születési évszámom valami olyan mesterszámot ad ki, ami nagyon különleges, és így a szemembe nézett, és azt mondta, hogy Bea, nem teheted meg, hogy nem az életutadat járod, mert sok ember kapcsolódik a te életedhez, és velük nem teheted meg, mert mi lesz az ő életükkel. És akkor, hát ez éppen Pesten egy kávézóban volt, olyan elementális elővel hatott az, amit ő kimondott. Persze mindig éreztem én ezt magamban, a nagymamám barhelt szoknyájától kezdve, amióta én azt először felvettem, hogy ez így van, és ott sírtunkkal sütik meg a kávék fölött. De én azt hiszem, hogy ez a kérdés fordítva van. Gödöllő városa, ahol megyek az utcán, és idegenek megszólítanak, vagy belépek valóban, és kitör az újongás valami érdekes módon, vagy munkatársaim, akik most itt vannak, közülük sokan, és elismerik, és támogatják azt, amit én csinálok, és elfogadják. Vagy hol találnak még egy olyan várost, ahol az intézményvezetők és a képviselőtestület csapatépítése színjátszással történik színházzal, vagy a polgármester Utasi Józsefet idéz az ünnepi beszédében, és rengeteg verset tud egyébként is. Vagy garabonciások, akik számomra meghatározó pont az életemben. Mindegyik őjük külön-külön egyénként is nagyszerű emberek és tehetségesek, nem csak mint színjátszók, hanem mint emberek. És igazodási pont lesznek mindig is az életemben. Vagy itt vannak a tanítványaim, akik mellém nőttek az idők során, és most már munkatársaim, nagyon büszke vagyok rájuk, bárhol vállalhatóak, mert olyan emberré fejlődtek. Hát hogy ne lenne kötelező, hogy valamit az ember próbáljon az életében értéknek véghez vinni. Hálásan köszönöm a díjat polgármester úrnak, Gödöllőváros képviselőtestületének, és mindenkinek, aki erre érdemesnek tartott. Köszönöm szépen. Mészáros Beáta, köszönjük szépen. Még valaki? Jövök én. Hát nehéz itt állni. Én állok körülbelül nagyjából 200-szor színpadon, vagy ülök éppen attól függ a hard jazzben miatt, de ennél rosszabb nincs, ezt most mondom mindenkinek. Az sokkal jobb, mint ez, hogy ilyen helyzetben állni. Nem szeretem azt, amikor én vagyok a díjazott, és ezt őszintén tudom mondani.
Nekem vannak itt díjaim, itt ülnek előttem, ott is látok egyet, Marcinak hívják, és klarinétos hozzám jár. Arra felé is van egy másik, ott is ül, úgy hívják, hogy Ábel, és szintén hozzám jár, és elnézést a többiektől, hogyha nem látom őket, mert olyan nem, annyira nem jó a szemem, de a Domi biztos itt van, ott ül a szélén, igen. Ezek ilyen napi díjak. Nem úgy értem a napi díjat, ahogyan gondolják, hanem hogy mindennapos díjak. Hát mit is mondhatnék, a bejátszásban volt egy utalás arra, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, de majdnem órára pontosan egy évvel ezelőtt a Hard Jazz Band-del együtt kaptunk egy elég nagy elismerést, amit úgy hívnak, hogy Kossuth díj, és borzasztóan örültünk neki, és utána nem gondoltam volna, hogy még valaha ez a dolog megtörténik velem, hogy hát hogy fogalmazzak finoman és szépen, hogy se a Kossuth díj, se a Városért díj ne sértődjön meg, hogy mindenki tudja, hogy miről van ezzel kapcsolatban szó, hogyha ezek a díjak mondjuk nyílak, akkor mondjuk a Városért díj az valahogy mélyebbre tud hatolni bennem, mint a Kossuth díj bizonyos szempontból, mert szerintem egy Kossuth díj egy objektív történet, egy bizottság adja és nem ismeri azokat általában, akiknek adja, a szakmai munkájukat ismeri, míg a Városért díj egy olyan díj, hogy itt ülnek a képviselőtestületi tagok, és ha nem is napi kapcsolatban vagyunk, de mondjuk ismerem az összeset, és ez egyfajta szubjektív díj, és ez valahogy sokkal többet jelent nekem most ebben a pillanatban. Persze nem lehet nyilván a kettőt összehasonlítani. Akinek nagyon hálás vagyok, az az Enikő, a feleségem. Megmondom miért. Azért, mert ő nagyon kritikus. Nem szeretnénk most dicsérni őt, sőt, azzal szeretném kezdeni és be is fejezni, hogy nem könnyű vele. És ezt abszolút pozitív értelemben mondom olyan szempontból, hogy ő elmondja azt is, ha jó, de nem mondja azt, hogyha jó, hogyha nem jó. És azért állhatok most itt, mert hogyha egy munkát látom, hogy ő hogyan visz végig, próbálom így is úgy végig. Én nem vagyok egy ilyen rendszerető ember. Én, mint amit játszom, és improvizálok legtöbbször. A zenekarban is, az életben is sokszor. És tőle nagyon sok rendet tanultam, és szerintem azért állhatok most itt. És végül, azt hiszem talán Szerb Antal mondta, vagy írta le, hogy ha azt mondta, azt hiszem valami olyasmit, hogy ha írok valamit, és nincsenek irigyeim, akkor nem jót írtam. És gondolom, hogy sokan irigykedhetnek rám, hogy itt állok, mert ilyen díjam van, olyan díjam van, amolyan díjam van. Én csak azt kívánom magamnak elsősorban, hogy én hadd üljek ott, ők megálljanak itt, hogy hadd örüljek, és hadd irigykedjek rájuk ugyanúgy, hogy ilyen nagy dolgot kaphattak, mint egy Gödöllővárosért díj, és ebben nekem a legfontosabb szó az a Gödöllő. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Fodor László után lehet-e fokozni azt, hogy milyen nehéz ez a színpadon állni? Nem lehet nyilvánvalóan. Két gondotok engedjenek meg. Az első... Két gondotok engedjenek meg nekem. Az első az, hogy megköszönjem... nem 42, 306 munkatársam és családjaik nevében a díjat, Gödöllővárosának. A másik pedig az, hogy idefele jövet gondolkodtunk ezen, hogy milyen szép dolog is, ahogy a város összekapcsolódik azok a cégekkel, akik itt működnek. Tehát a városnak a non-profit filozófiája, azzal a fajta for-profit filozófiával, amit mi képviselünk, munkáltatók, cégek, akik a piacról érünk, akik itt gazdálkodunk, itt dolgozunk. Úgyhogy én csak meg szeretném köszönni azt az értő együttműködést, amit a város minden nap, minden héten, minden az év minden napján megad nekünk. És nyilvánvalóan a másik összekötném ezzel a munkatársaink nevében, megköszönöm ezt a díjat, akik viszont az év 365 napján éjjel-nappal, a nap 24 órájában folyamatosan termelnek a gyárban, és biztonságos vérkészítményeket állítanak elő. Köszönjük szépen ezt a díjat! Köszönjük szépen!
valamennyi megjelent vendégünk nevében szívből gratulálok Fodor László úrnak, Mészáros Beáta asszonynak, a Humán Bioplaszba Kft.-nek a most átvett kitüntetéshez. Munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánok, és polgármester úrnak van még egy meglepetése. Nagyon rövid, de annál ünnepélyesebb. Munkatársaim közül két intézményvezető 50 éves ebben az esztendőben, közülük az egyik a zeneiskolát vezeti, a másik pedig egyben képviselő testületi tag is. Engedjék meg, hogy egy Csokor Virággal őket is köszöntsem. Pintér Csillát, aki János utcai óvoda vezetője. És Buka Enikőt, aki a zeneiskola igazgatója. Kitüntetettek és meghívottak tiszteletére kérem, fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat. Thank you.
Először is a Talamba nevére nagyon szeretnénk gratulálni a kitüntetetteknek. Tavalyi évben nekünk is nagy-nagy élmény volt ezt a díjat átvenni, úgyhogy át tudjuk érezni. És hát az első műsorszám picit visszakonferálva, Kárpát-medencei témakörben volt hallható. Ugye egy picit a déli megyéket is megszólítottuk, illetve Kelet-Magyarország dallamcsokraiból is válogattunk a Károly 2 sorozatból. Az eleje a felülről fúj, az őszi szél, a vége pedig a friss volt. És vendégeink voltak a gödöllői legények közben. Most pedig egy meglepetés produkció következik.
Berkó Domokos, gyere Domokos nélkül! Természetesen Fodor László tanítvány. És hát most egy másik meglepetés szám következik. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem, mikor elfutott az utolsó ló, olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim sincs és nem is lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz.
tervezem a társulat bővítését. A következő percekben pedig egy olyan, nem igazán március 15-i hangulatú műsorszámot tűztünk a koncertre. Ez pedig Ibéria, az a címe. Azért Ibéria, egy ilyen igazi diplomáciai oka van, hiszen ha Észak és Dél Spanyolország, hát ugye mi csak így is így hívjuk, mondjuk tudnának arról, hogy mi Csalapártán is játszunk, illetve mondjuk flamenkót is fogunk játszani, akkor valószínűleg nem maradnánk életben. Tehát egy ilyen diplomáciai címet adtunk neki, hogy földrajzi értelemben vett Ibéria lett a címe a négy tételes művünknek, amit most elő fogunk adni. Első tétele egy, hát egy ilyen, mondjuk így, egy ilyen spanyolos bevezető lesz, egy ilyen flamenkós bevezető lesz. A második tétele nagyon érdekes világot fog mutatni, ez a déli, Dél-Spanyolországnak a vidéke. Aztán lesz egy Csalaparta, ami itt van mögöttem ez a hangszer, ez kifejezetten baszk területre jellemző. Majd utána lesz egy Asturias rövid rész, egy nagyon picike kis tartománya Spanyolországnak, és a vége pedig egy flamenco dal lesz. Na hát akkor tessék.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. A következő vendégünk pedig a Gödöllő Szaxofon Trió lesz, Csányi István, Vörös Attila és ifjabb Barabás András. És őket hallottuk mi az újévi koncerten, amikor a Gödöllő Szimfonikus Zenekarra játszottak, és hát megkerestük Pistit, hogy nem lehetne esetleg ugyanúgy beemelni a műsorba ezt a nagyon-nagyon jó kis nótát, a Take Five-ot, úgyhogy ezt megcsináltuk így együtt. Fogadják szeretettel. A Gödöllő Szaxofon Trió. Bravo! És akkor Csányi Pisti nem is megy olyan messzire, mert ő egy kisebb hangszerre vált. Összement a mosásba a szaxofonja. És egy közös kis dalt, egy nagyon kellemes kis dalt szeretnénk el énekelni önöknek, nektek.
Egy nagyon kellemes emlék fűzze ez a dalhoz minket, hiszen az első komolyabb lemezünkön énekeltük el, és megnyertük hozzá Fábián Julit, aki ezt felénekelte nekünk, de hát szerintem mi is el tudjuk énekelni, legalábbis a mi fába el tudtuk. Away from me, you don't find the other stuff you're using anymore. If you be my bodyguard, I can be your love. If you be my bodyguard, I can be your love. I can call you Betty, Betty when you go. Can call me short of attention, got a short little span of attention, and to my nights are solo. Where is my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? And my role model is cow, cow. And I back down the alley with some lollipop, a little fat face girl. All alone, alone, there were incidents and accidents, there were insane allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your lone spy. I can call you Betty, Betty when you go. Just call me, call me. When I walk down the street, in the street of strange world, maybe it's the server, maybe it's first time around. Doesn't speak language, hold no currency. She's a foreign man, say hallelujah. Scattering rings of orphanages. He looks around, he sees angel in architecture, a spinning infinity. Says hallelujah. Istikém, nagyon köszönjük, hogy ebben is részt vettél, és hát
Ugye egy igazi zenészről van szó, megkértük, hogy billentyűzzön az utolsó műsorszámba, és ezt ő teljesen nyugodtan el is vállalta, hiszen az utolsó műsorszám talán a legnagyobb apparátusú program lesz a mai este, és ezáltal a fináléként is tekinthetünk rá. Annak idején, amikor a 15 éves jubileumi koncertünk volt a Művészetek Palotájában, arra íródott ez a mű, African Gathering Call az a címe, és ebben segítségül hívtuk a, hát akkor 80 fős kórust, aki most ugye bizonyos biztonsági előírások miatt le kellett csökkentenünk hát 30-40 főre, hogy minél többen elférhessenek itt a nézők között. Úgyhogy de nagy-nagy örülünkre szolgál, hogy a hosszú hétvégéjüket is rászántak a gyerekek arra, hogy itt próbáltak velünk. Úgyhogy külön tapsot érdemel az Erkel Ferenc Általános Iskola kórusa, illetve a Frederik Chopin Zeneiskola kórusa, és a tanároknak is nagy-nagy taps. Úgyhogy ezzel szeretnénk befejezni az ünnepi műsort, African Gathering Call, magyarra lefordítva, szeressük egymást gyerekek. Hunger in this land.
for love and understanding, a hunger for guidance, a hunger for peace, a need for forgiveness, for freedom. Give a hope to the people. Show your kindness to the people. Love and unity, hand in hand with all the people. Ooh, give your hand to the people. Give your hope to the people. Köszönjük szépen az Erkel iskolásoknak, a Frederik Chopin zeneiskolásoknak, tanítványainak, akik kétszer akkorák, mint mi vagyunk most már, Tóth Géza, Varga Barnabás és Márta Boldizsár, és természetesen elsőnek őt kellett volna bemondanom, ne menjél sehova, Herzenik Anna! Nagy-nagy köszönet neked, Anna! És Sányi István volt, aki billentyűzött neki. Köszönjük, István! Kellemes ünnepeket kell mindenkinek. Köszönjük szépen! Köszönjük valamennyi közreműködőnek, a Talamba ütőegyüttesnek, Herzenik Annának, Csányi Istvánnak, a Gödöllei Legényeknek és a Kalapos Ének Együttesnek, az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Frederik Chopin Zenei Ami Növendékeinek, a Gödöllői Szaxofon Triónak, a Talamba Tanítványoknak, a Garobonciás Színtársulat tagjainak és Berkó Domonkosnak a színvonalas műsor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, ünnepségünk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Polgármester úr nevében mindenkit szeretettel meghívunk egy pezsgős kocintásra. Kérjük, hogy a házasságot kötöttek, a születésnaposok, évfordulósok és a díjazottak fáradjanak a Barokk Színházba, a további vendégek pedig a Nyerekkamrába. Megkérjük kedves vendégeinket, hogy gratulációikat még itt a lovardába tegyék meg. A jubileumi ünnepelteket, tehát aki 50 éve született Gödöllőn, illetve 50 éve kötött házasságot, ők a Barokk Színház melletti folyosón fogják megkapni ajándékaikat. Most pedig kérem, hogy közösen az ünnepség végén énekeljük el a szózatot. Thank you.
további szép estét kívánunk mindannyiuknak. A viszontlátást.